Újabb hajmeresztő közlekedési videót osztott meg Hajdú-Bihar vármegyéből a budapesti autósok közössége. Ezúttal egy ámokfutó kamionos előzése is ilyen balesetet okozott. Nagyon veszélyes ez az út, mert figyelmetlenek a sofőrök. Úgy a sofőrök, a személyautósok, még a kamionosok is rámásznak egymásra, még nem. Hiába indexel, búvik elébe a másiknak, úgyhogy rettenetes. Én nem tudom, hogy hát ezek, hogy tanulták a kresszet. Milyen gyakran vannak itt balesetek, vagy mennyire? Hát ide tessék figyelni, nem akarok hazudni, én nem tudom, mert elég sűrűn szokott lenni itt. Pláne meg ottan a Vinmi a Fenejnél, ahol van az útkeresztelet is, hogy az egyik megyén Debrecenbe, Lígyes, mert még jönni Romániának. Elég sok van ott arra fegyebben, Apavára körül, még ott a Karzogi fejlén. Borosztó figyelmet lennek az emberek, itt ott annyi baj van. Mindegy szállik, kikek, minden 300 méter trafifaxok, tényleg azt megbüntetni őket, jó, mert... Tudnak a kamionosokkal van abban? Hát, van itt a fiatalokkal is. Nem csak a kamion, mindenki hibásott. A felvételt az egyik autós felézeti kamerája rögzítette 12 óra körül a 4-es számú főúton, Püspökladány és Karcag között. Van, amikor 5-6 kocsi megy egymás után. Ha arról is úgy jönnek, mert én sokat járok a kórházba. Nagyon-nagyon fogalmas. Én nem mernénk magam elindulni, ha autó volna se. Nem nézik a másikat, mert a személyautó se, meg a kamion se. Mert. Itt is úgy mennek az autók, mint aki nem normális. Délkörül a 4-es számú főúton Püspökladány és Karcag között sikerült a kamionnak valami értetetlen manővert kiviteleznie. Szerencsére sérülés nem keletkezett, csak kisebb anyagi kár. A felvételen jól látszik, hogy kis ilyen ráfutásos baleset is történt.